Az előző beszélgetésünk alkalmával Cseke Péter Tamás újságíró kollégám azt mondta, hogy a következő beszélgetésünket is kezdhetem ugyanazzal a felvezetővel, igaza volt. Úgyhogy ugyanúgy, mint két héttel ezelőtt, továbbra sincs stabil kormánya Romániának, ehhez képest van egészségügyi, energetikai, gazdasági és politikai válság. Valamennyi azért csak változott, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy változik, formálódni látszik egy liberális, szociálista politikai konstrukció, de hogy mekkora esélye van ennek a formálódó alakulatnak, kérdőjeles. Mit szólnak hozzá a kollégák, akik ugye elemzők is, és elemzik minden nap a témát. Szervusztok, Rostás Szabolcs a Krónikától, és Cseke Péter Tamás, a maszol.ro külső munkatársa. Halljuk egymást? Igen, Kati, én hallok, és üdvözlöm a nézőket én is. Örvendek, hogy sikerült létrehozni a kapcsolatot. Tehát akkor itt van már is az első kérdés, vagy talán azzal kezdem, Cseke Péter Tamás, hogy melyek a mai napnak a fejleményei, hiszen ma déli 12 után összeült tárgyalásra a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS. Tudunk-e valami fejleményeket, kiszivárgott-e valami? Hát nem szivárgott ki, hanem sajtótájékoztatón számolt be a Szociáldemokrata Párt döntéséről Zorin Grindiano. Ugye volt kormányfő, aki most a PSD első alelnöke, és a lényege a PSD mai döntésének az, hogy tárgyalásokat kezdenek, kormányalakítási tárgyalásokat kezdenek a liberálisokkal és az RMDS-szel, sőt említették a Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakcióját is. Tehát úgymond hivatalosították, hogy azt a bizonyos jó utat, ahogy nevezte Marcello Ciolacu PSD elnök, azt végig fogják járni. Ez egy konkrét fejlemény, illetve hát több feltételt is szab a PSD a kormányra lépéshez, a koalíciós megállapodás megkötéséhez. Az egyik a legfontosabb, és számomra a legijesztőbb, néhány prioritásnak tekintett intézkedés elfogadása, a nyugdíj emelésektől a gyerekpénz emeléséig, a minimálbér újabb növeléséig, tehát eddig bezárólag. Ezek a mai fejlemények. A hétvégén nyilván szerintem ízottak a telefonvonalak a két fél között. Biztos vagyok benne, hogy személyes találkozók is voltak a liberálisok és a szociáldemokrata vezetők között, tehát a lényeg az voltak éppen estére várható, akkor ülésezik a liberálisoknak az úgynevezett országos politikai bürója, és eldöntik, hogy akkor helyreállítják az eredeti koalíciót, ami ugye a tavalyi választások után alakult meg, és mégis megállapodnak a Mentsétek meg Románia Szövetséggel, vagy ahogy te magad is mondtad a felvezetődben, végül is ez a konstrukció liberálisok, szociáldemokraták, az egykori szociál-liberális szövetség, ahogy újabban nevezi a sajtó, állna össze újra. Értem. És ugye hát itt a kérdés az is, hogy hiszen ma kezdődtek el gyakorlatilag a konkrét tárgyalások a szociáldemokraták által is ugye felállított kritériumlista kapcsán is. Rostás Szabi, tőled kérdezem, hogy várható a liberálisok részéről? Ez egy ilyen lépés várható volt, vagy azért inkább jobban hallottak elemzők, újságírók afelé, hogy azért csak visszaáll a Mentsétek meg Romániával a barátság? Természetesen az volt a kézenfekvő, és valamelyest az volna a természetes most is, hogy újra alakuljon a tavaly decemberi parlamenti választások nyomán létrejött jobb-közép kormánykoalíció, de hát az elmúlt hónapok arra engednek következtetni, hogy jóformán kibékíthetetlen ellentétek alakultak ki a liberálisok és a Mentsétek meg Romániát alakulat között. Másrészt pedig az elmúlt szűk egy hét során az is kiviláglott, hogy hát igenis vonza egymást magát jobboldaliként meghatározó liberális párt és a baloldali szociáldemokrata párt, ami, jegyezzem meg zárójelbe, tehát teljesen természetellenesnek tűnhet, hiszen
az elmúlt hetek során miket hallottunk a két alakulat vezetőitől. Florin Kötszó szeptember végén, amikor megnyerte a liberális alakulat tisztóító kongresszusán az elnöki tisztséget, fogadalmat tett, megígérte azt, hogy amíg ő a párt elnöke, nem fognak együttműködni, ott van Florin Kötszó, nem fognak együttműködni a PSD-vel. Amíg, tehát ő soha nem fog magára ölteni olyan jacket, amin az áll, hogy szavazzatok a PSD-re. Másrészt például Marcel Csolákó azt mondta, hogy a liberális párt egy politikai hulla, egy politikai dög, így fejezte ki magát. És akkor most nem is akarok visszautalni arra, hogy mit mondott Klaus Johannis tavaly arra, hogy a PSD élen Marcel Csolákóval miként árusítja ki Erdélyt a magyaroknak. Nos, tehát az egyszerű ember, amikor ezt látja, akkor azt mondja, hogy hát nem létezik, hogy ez a két alakulat együttműködjön. Viszont ugye volt már erre precedens, tehát a Viktor Ponta vezette PSD és a Crin Antonescu vezette liberálisok, együttműködtek, kormányoztak is, igaz, hogy nem olyan hosszú ideig, de mégiscsak hatalmon voltak, annak idején a szociálliberális unió színeiben, és most minden esély adott arra, hogy ez az USZELE 2 létrejöjjön, és a véleményem szerint nem véletlen ez, hiszen nagyon sok közös pont van a két nagy alakulatban. Az első és a leghangsúlyosabb az, hogy nemigen akarnak reformokat végrehajtani, és ez már is összeboronálja őket, úgymond. Tehát látszott, hogy például az elmúlt év során reformokra nem igen volt példa Romániában. Sorolhatjuk itt az igazságügy terén beígért reformokat, ugyanakkor azt is, hogy a speciális nyugdíjakat a mai napig nem voltak képesek kivezetni a jelenleg hatalmon lévő kormánypártok, pedig ez is kampányígéret volt tavaly, ne felejtsük el. Pontosan, nagyon sok mindent elfelejtünk, attól tartok, és nagyon feledékeny a nép úgy általában ettől tartok. Ugye ez a most alakuló konstrukció 7 éves közös kormányzásban gondolkodik. Péter, most amikor ezt a 7 évet hallod, jön, hogy kacagi, vagy inkább nem? Én hozzátenném, tehát itt ennek a történetnek van szerintem két olvasata is. Van egy, hogy mondjam, elvont politológiai értelmezés, amely szerint itt két hagyományos párt, nyilván a szociáldemokratákra és a PNL-re utalok, rádöbbent arra, hogy az úgynevezett rendszer ellenes pártok, mint amilyen az USZELE vagy akár az AUR, veszélyeztetik az egyeduralmukat. Itt egy narratíva szerint a rendszerváltás után gyakorlatilag ezek a tradicionális pártok békésen megvoltak egymás között, úgymond hatalmi zónákat elosztották egymás között, és egy ilyen fajta kohabitáció volt. Szabolcs emlegette, hogy hát nyilván nem először kormányoznak együtt. Én még hozzátenném, hogy ugye a Törícsánu kormányt annak idején a parlamentből támogatta a PSD. Ugye Törícsánu kilépett, kiszakadt a liberálisokból, kiszakított egy szeletet, és aztán a PSD-vel szövetkezett az ALDE nevű alakulatával. Na most ez a politológiai másik, van egy sokkal parlagiasabb és akár szélsőségesebbnek nevezhető olvasata a történetnek, hogy ezek az emberek azért borulnak ismét össze, mert így könnyebben tudnak lopni. Egyszerűen így lehet a legjobban meglopni az országot, hogyha... Ez most egy durva megfogalmazás, és egy picit ugye az én moderátori tisztségem az, hogy megkérjelek, hogy finomabban fogalmaz, nem tudom, hogy ezt hogy lehet finomabban megfogalmazni. Ezt úgy lehet finomabban megfogalmazni, hogy ugye az USZERÉ, mint rendszerellenes párt, rendkívül kényelmetlen volt a PNL számára az első perctől kezdve. Köztudott, hogy a Viszályt, az a híres Angel Salinjéről elnevezett településfejlesztési terv okozta, amely mögött ugye 10 milliárd euró van, ekkora a keretösszeg, és nyilván én nem vádolok senkit semmivel, én csak azt mondom, hogy amíg nincs egy racionális magyarázat a liberálisok, illetve Klaus Johannis államfő részéről arra, hogy miért nem sikerül kiegyezni az USZERÉ-vel, miért ennyire
kényelmetlen számukra ez a párt, addig én nem tudok más magyarázatot. Értem, hadd, hogy görgessem tovább ezt a labdát, és Rostás, tőled kérdezzem azt, hogy ugye itt pénzekről beszélt, az André Salinyi tervről beszélt az előbb a Péter, de hát ott van az úgynevezett PNRR-é, az országos helyreállítási terv is, amelyből azért jócskán folynak a milliárd eurónyik majd Románia felé. Egyes elemzők azt mondják, hogy azért kapaszkodik mindenki most ugye bizonyos szaktárcákhoz, bizonyos kormány jelenléthez, hogy nehogy elszalasszák ezeknek a milliárdoknak a folyását, legyen mindenki ott a csöpögőnél, ahogy mondani szokás. Tehát természetes, hogy igen, Péternek igaza van abban, hogy elsősorban, tehát a hatalom mellett a pénz is motiválja azt, hogy ez a két nagy alakulat most nagy koalíciót hozzon létre. Hiszen ott akarnak lenni a forrásoknál. Ugye beérkezik 30 milliárd euró, melynek csak a fele visszanemtérítendő támogatása többi hitel formájában érkezik, de legyen szó erről, legyen szó az Angel Salini tervről. Ugye azt láttuk az Angel Salini terv kapcsán, hogy túlnyomó többségben liberális vagy RMDSZ-es, illetve szociáldemokrata vezetésű települések kaptak a pénzek leosztásánál, tehát azok kapnak, azok a település vezetők, polgármesterek remélhetnek pénzeket, amelyeknek a főnökeik ott ülnek Bukarestben, és úgymond nyomogatják a gombokat. Tehát evidens, és ennek a haszonélvezője volt az RMDS is, például ennek köszönhetően kaptak magyar lakta települések olyan támogatásokat, amelyeket az elmúlt 20-30 évben nem is remélhettek. Például Nagyszalontán meg fog épülni egy élményfürdő, amire román kormányzati támogatást fog kapni, és erről nem is álmodoztak, mondom, 30 éve. Tehát tény az, hogy a PSD is, amelynek a bázisa ott van a településeken, tudván tudja, hogyha ezekből a fejlesztésekből, ezekből a forrásokból kimarad, akkor adott esetben jelentős számú polgármestert elveszít például, akik hajlandóak, hiszen az elmúlt évek bebizonyították a pártvándorlást, hajlandóak átülni adott esetben a liberális párt táborába. Igen, és így, ahogy mondod, ez az elmúlt években már történtek is ilyen mozgások, nem az elmúlt években, az elmúlt hetekben történt nagyon sok mozgás, kilépés, átülés, és így tovább. Péter, itt ugye beszéltünk pénzről, beszéltünk hatalomról, beszélünk a szaktárcákról. Az előbb Szabolcs szóba hozta az RMDSZ-t is. RMDSZ, amely mind a mai napig, én úgy érzem, hogy inkább az USZR-ével, a Mentsétek meg Romániát párttal kormányozna, mint a szociáldemokratákkal. Mit veszít, mit nyer egyik esetben, másik esetben? Hát nyilván, és erre utalt is Kelemen Hunos szövetségi elnök a minap az egyik nyilatkozatában, ha nem is így fogalmazta meg, az RMDSZ számára úgymond a idézőjelben legnagyobb veszélyt az jelenti, hogyha a PNL a PSD-vel lép koalícióra, hogy a szerepe eljelentéktelenedik. Tehát az sem titok, hogy adott pillanatban felmerült, hogy mi történik az RMDSZ-szel, hogyha a liberálisok a szociáldemokratákkal szövetkeznek, hiszen a parlamenti erőviszonyokat figyelembe véve nincs is szükség az RMDSZ-re a kormányban. Nem véletlen az, hogy Kelemen Hunor, amikor erről a variánsról forgatókönyvről kérdezték, akkor többször is hangoztatta, hogy itt egy alkotmányos többség is kialakulhat, ha az RMDSZ is tagja marad ennek a politikai konstrukciónak. Ezzel nyilván az RMDSZ szerepét szerette volna domborítani, mert nyilván RMDSZ nélkül nincs alkotmányos többség, csak egy nagyon stabil többség. Az USZR-ész változatban viszont jóval nagyobb szerepe lett volna az RMDSZ-nek érthető módon. Nem negyedhegedűs lenne, vagy harmadhegedűs, csak másodhegedűs, vagy mi kétség kívül sokkal nagyobb tekintélye lett volna, vagy ereje a döntéshozatalban. Tehát ez az oka annak, hogy az USZR-é, meg azért hát nyilván lehet, hogy ez most már egyesek elmosolyodnak ezen, azért érték
és világszemlélete is talán közelebb, reményeim szerint közelebb áll az LMDSZ-nek az USZIRI-jéhez, mint a PSZD-hez. Bár erre vannak ellenpéldák is. És hát legalább annyit csapta az elmúlt években az USZIRI-t, az RMDSZ, mint a PSZD-t, úgyhogy igazából azt sem tudom, hogy amit az előbb mondtál, az igaz lehet-e, avagy sem. Szabolcs, egy percünk van még a beszélgetésből, úgyhogy akkor neked marad az, hogy tippelj esetleg, vagy nem tudom, elemzőként szoktatok-e tippelni, de hogyha igen, akkor tippeljük meg, hogy összejön ez a bizonyos PSD-PNL-RMDS konstrukció, vagy sem? Nem szeretek tippelni más téren sem. Szerintem nagyobb esély van arra, hogy létrejöjjön ez a nagy koalíció, mint újra alakítani a nemrég felbomlott jobb-közép koalíciót, de még mindig nem lehet teljes bizonyossággal megjósolni azt, hogy mi következik. Adott esetben ma este a liberálisok dönthetnek teljesen másként, mint ahogy beharangozták. Ugye a szociáldemokraták leszugezték, hogy ők elfogadnának adott esetben egy liberális kormányfőt, viszont az ne legyen Florin Kricó. Itt most Florin Kricónak is engednie kell, tehát neki is tisztában kell lennie azzal, hogy már nagyon sok téren nem kívánatos személynek számít. Itt bármilyen megtörténhet az elkövetkezendőkben. Én mondjuk abban nem, azzal nem értek egyet, hogy az RMDSZ jobban szeretné az USZIRI-t. Igen, bizonyos szempontból jobban szeretné, hogyha jó létrejönne az USZIRI-vel egy koalíció, viszont az RMDSZ-ben nagy-nagy fenntartások vannak az USZIRI-vel szemben. Ez az egyetlen román párt, amelyik az elmúlt években képes volt látványosabban elvonni magyar szavazatokat az RMDSZ-től. Más pártok, román pártok erre sokkal kevésbé voltak képesek. Köszönöm szépen nektek a mai beszélgetést is, és hát folytatjuk, ahogy ugye, ahogy kínálkozik Bukarestből a program, gyakorlatilag abban a pillanatban ismét összejövünk, és folytatjuk az elemzést. Köszönöm szépen, szervusztok! Köszönjük! Köszönjük, ha meghívás, további kellemes délután! Köszönjük!